A bűn és baleset megelőzési magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatja. Sentinel, a biztonság világa. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési magazin műsorunk alkalmával. Ma az autólopások megelőzésével próbálunk foglalkozni, hogyan tudunk védekezni, hogy ha reggel fölébredünk, az autó ott maradjon. Ezért ismételten meghívtam mai vendégnek Vezda László urat, az autóvadászok doennyét, azt hiszem, mondhatom, doennyét, hogy számoljon be, mert utoljára még december 2-án volt nálunk, az elmúlt 5 hónap alatt. Előrébb jutottunk, autólopásban maradt, vagy pedig tovább növekedett. Ugye, hogyha a statisztikákat nézzük, és én is üdvözlöm a televízió nézőket, ha a statisztikákat nézzük, akkor csökkent az autólopásoknak a száma. A ORFK hivatalos statisztikáit veszem én is alapul. Pár százzal csökkent az elmúlt évben a gépjármű lopásoknak a száma. Ugyanakkor fontos megjegyezni azt, hogy továbbra is a kis- és középkategóriás gépjárművek azok, amelyek főként célpontban vannak a gépjármű tolvajok által, hiszen ezen gépjárművek iránt van a legnagyobb kereslet alkatrészként. Tudni kell azt, hogy ezeket a kis- és középkategóriás gépjárműveket, mint erről már előző adásban beszélgettünk, főként alkatrésznek lopják, szétszedik őket és úgy értékesítik a gépjárműveket, hiszen sokkal több pénzt lehet kihozni egy autóból akkor, hogyha nem egyben értékesítik, hanem alkatrészenként. Tehát darabokra szedik? Igen. Külön az elemeket is? Igen. Azokat az alkatrészeket, amelyeket nem tudnak felhasználni, illetve van rajtuk azonosító jel, azokat általában erdők szélén szokták szétszórni, vagy más megoldásokkal. Ez egy kicsit luxus, Laci, nem? Hogy használható alkatrészeket szétszórják, nem? Hát, de azok alapján beazonosítható a bűnözői csoport, hogyha netán rajtuk ütnek, ugye? És mondjuk, ha netán. Igen, van alvásszám, vagy olyan egyéb azonosító jel, ami alapján egy gépjármű beazonosítható, és ezt mondjuk megtalálják az adott illegális gépjárműbontó műhelybe, ugye akkor az alapján eljárás indítható ellenük. Úgyhogy ezeket érdemes szétnézni a városszéli erdők és egyéb ilyen helyek környékén, ahová illegális szemetet is szoktak lerakni, mert ott gyakran találunk ilyen alkatrészeket. És akkor nincs kizárva, hogy az még nagyon jó, csak éppenséggel meg vannak jelölve, ezért nem szerelik be. Most nem csak az alvázon van szám, hanem a sárvédőkön is, motorháztetőn is, egyéb alkatrészeken is találunk számokat? Természetesen. Vagy jelöléseket? Természetesen az alvázszám egyébként nem csak egy helyen szerepel a gépjárműveken, hanem több helyen is meg vannak jelölve az autók. Uh-huh. Éppen ezért ezeket például egy tűzfalról nagyon nehéz eltávolítani úgy, hogy aztán a gépjármű értékesíthető legyen, és ezt ne lehessen észrevenni. De hát az utóbbi időben voltak olyan esetek, amelyekről én is a sajtóból értesültem. Olaszországba kölcsönöztek ki a gépjárműveket, luxusautókat, majd ezekkel nem mentek vissza a kölcsönző személyek, akik általában hajléktalanok voltak, és kivitték őket Olaszországba, ott kikölcsönözték az autókat. A gépjárművek nem kerültek vissza. Magyar személyek magyar személyekről beszélünk, magyar igazolvánnyal rendelkező személyekről. És ezek luxus gépjárművek voltak általában, nagy kategóriás autók, amik Magyarországon keltek új életre, új alvásszámmal együtt. És hát most egy banda ugye lebukott, azt hiszem február vége felé, március elején. Nagyon, hát a hírekből arról értesültem én is, hogy 40-50 gépjármű írható a rovásukra, és ez mind luxus autó.
Hát nem csak autókat lopnak, hanem sajnos én is károsultja vagyok a dísztárcsának. Hát nem szakadtam meg a nevetéstől, mikor arra keltem, hogy na érdekes a kocsim. Hát három dísztárcsa nincs, a negyedik meg ott hevelt a figyelm. Nagy a valószínűsége, hogy megzavarta valakit, de hát én ilyenkor az ember mondja magáét, hát nem éppen televízióra. Hát nekem amikor volt egy Suzuki-m, én azzal kezdtem, hogy leszedtem a dísztárcsákat, mert tudtam, hogy kelendőek, és mikor eladtam a gépjárművet, akkor tettem vissza a dísztárcsákat az autóra, egy vonalatúj dísztárcsákkal együtt tudtam eladni. Jó magam, nem is preferálom annyira a dísztárcsát, hiszen lehet, hogy szebb lesz tőle az autó. Igen, de, egy drága eszköz, amely például egy járdánál parkolásnál is megsérülhet. Ugyanakkor sokan csinálják azt, hogy gyors kötözővel rögzítik le a dísztárcsákat. Hát pont ez... ebből azokból kifolyólag, hogy nehezebb legyen ellopni őket. De hát sajnos nem csak a dísztárcsákat lopják el, hanem az akkumulátorokat is nagyon nagy előszeretettel viszik a gépjárművekből. És hát a felniket is, hogy téglára pakolják ugye az autót, jobb esetben, mert rosszabb esetben még az autónak az aja is megsérül, nem csak a felnik tűnnek el. Sajnos még a mai napig divatosak ezek a felni lopások is, amelyeket egyébként ki tudunk védeni valamilyen szinten. Lehet kapni olyan kerék csavarokat, amelyeknek olyan speciális fejük van, hogy hozzá van nekünk egy speciális kulcsunk, és csak így tudjuk leszerelni a kereket. Ez célszerű ugyanakkor az autóban tartani, erre rájöttek a bűnözők is, ezért volt már olyan eset is, hogy az autót föltörték, kivették a speciális kulcsfejet, és úgy lopták el a kerekeket, hiszen hogyha mondjuk nem tartjuk az autóban, akkor előfordulhat az, hogy egy kerék defekt esetén nem tudjuk leszerelni a kereket. Az meg szerintem senkitől nem várható el, hogy egyfolytában magánál hordozza ezt a speciális kulcsot. Úgyhogy sajnos vannak ilyen esetek, ugyanakkor a katalizátorra is nagyon rámentek, a katalizátorban hát lévő... Katalizátor, hát de sajnos teherautók aljáról lefűrészelik a katalizátort. Jobb esetben alkatrész miatt, rosszabb esetben egyszerűen beolvasztják a bennük lévő színes fémek miatt, és ezeket a színes fémeket hasznosítják később újra. Nem, a katalizátor az nem kerámiából van? Van benne kerámia, és van benne színes fém is. Aha, én nem ismerem az összetételét, csak azt tudom, hogy egy Opel autóhoz 70 ezer forint egy hát jobb katalizátor. Hát jobb esetben, igen, jobb esetben, de vannak drágább katalizátorok is. Ugyanakkor van olyan eset is, amikor feltörik a gépjárművet, és a légzsákokat viszik el az autóból, mert arra van szükség, ilyen esetekkel is találkoztunk már, és amiről a múltkor beszélgettünk, hogyha például bevásárlóközpontba megyünk, vagy olyan forgalmasabb helyre, ahol távirányítóval zárjuk le az autót, akkor figyeljünk oda arra, hogy a gépjármű valóban bezáródott, mert egy multifrekvenciás rádióadóvevő készülékkel tudják blokkolni azt a rádióforgalmazást, ami a gépjármű és a kulcs között történik, és éppen ezért nem záródik be az autó, így föl sem kell törniük az autót, hanem egyszerűen nyitva marad, és ki tudják pakolni a gépjárművet. Ennek mennyi a gyakorisága, nagy, a tapasztalat? Nagy. Ezt előszeretettel alkalmazzák a autófeltörők és a tolvajok is, tehát az autótolvajok is. Hát ők együtt dolgoznak, nem? Nem. Két különböző kategóriáról beszélünk. Tájékoztasd már, kedves nézőket, hogy... akik autófeltöréssel foglalkoznak, vagy idézőjelbe téve ténykednek, ők egy picit úgymond lejjebb vannak azért ezen a bűnözői ranglétrán, mint az autótolvajok. Az autótolvajok már megosztott munka rendben dolgoznak, vannak azok, akik kifejlesztik azokat az eszközöket, amelyeknek a segítségével a gépjárművet el lehet lopni. Itt beszélünk olyan eszközről például, mint a motornak a vezérlő számítógépe, ugye ezt kicserélik, lehúzzák a csatlakozót, felrakják a saját hackkelt számítógépüket. Innentől kezdve a gyári immobilizer ugye az megszűnik ténykedni, tehát a kulcsot már be tudják rakni, be tudnak rakni egy olyan kulcsot, amelyet például ők csinálnak, mert kitépik a zárat, és a zár alapján csinálnak egy saját kulcsot, amely ugye már fel van okosítva a saját meghackelt számítógép kódjain által, tehát
Még a gyújtás kapcsolót sem kell megrongálniuk, mert saját kulcssal el tudják vinni a gépjárművet. Na, tehát ehhez vannak számítástechnikai szakemberek, akik ezeket a műveleteket elvégzik, ők az autólopással nem is foglalkoznak, csak beprogramozzák a számítógépeket, akkor vannak azok, akik például a kulcsot elkészítik, vannak azok, akik a lopott autót szállítják A pontból B pontba, és ugye van az orgazda. Na most vannak olyan esetek, amikor néhány munkakör, idézőjelbe tett munkakör összefonódik, de ugye a legnagyobb kockázatot azok vállalják, akik az autót elszállítják A pontból B pontba. Érdekes módon mégsem ők szokták általában egyébként a legnagyobb hasznot lefölözni egy-egy lopott gépjárművön, hanem az orgazda, aki ezeket az alkatrészeket értékesíti. Neki szintén nagy kockázata van, hiszen őt, hogyha mondjuk elkapják, akkor még egy autótolvaj sajnos manapság mondhatja azt, hogy csak el akart jutni A pontból B-be ezzel az autóval, és kölcsön vette. És mondjuk nem tudják rábizonyítani... Mindig itt tartunk jogilag? Nem tudják rábizonyítani, hogy hackelt számítógép van a kocsiban, meg egyéb olyan technikai eszközök, amellyel már egy komolyabb bűncselekményt lehetne bizonyítani, akkor neki valamivel könnyebb dolga van, ugyanakkor egy orgazdánál sokkal nagyobb a büntetési tétel is. Hát ezt kész iparággá fejlesztették, akkor mondhatni ezt a sajnos gépkocsitolvaját. Sajnos. És pontosan az elektromérnökök akkor itt aratnak, ugye, Laci? Vannak olyan mérnökök, igen, akik ebben a szakmában is. Kik átálltak a bűnözők oldalára, ugye? Pénzkiegészítés gyanánt ilyen dolgokkal is foglalkoznak, igen. Ugye az a probléma, hogy az alkatrészpiac nagy, és mindenki olcsón próbálja javítatni a gépjárművét, és éppen ezért a 3 és 6 év közötti autók igen nagy veszélyben vannak, és a kifejezetten jó állapotú autók is nagy veszélyben vannak, hiszen nyilván olyat fog ellopni egy tolvaj, amit látja, hogy jó állapotú a kocsi, bocsánat a szóismétlésért, és ebben nyilvánvalóan jók az alkatrészek is, jók azok a dolgok, amelyeket el lehet adni pénzért. Említetted, hogy középkategóriás autók és márkák. Melyek ezek? Az autóvadász.eu weboldalon minden évben készítünk egy statisztikát. Itt részletesen ennek meg lehet tekinteni. Ennek te a főszerkesztője vagy, ugye? Igen. Itt részletesen meg lehet tekinteni a statisztikákat, egyébként Suzuki, Opel, Renault, hát nyilván azok, amelyekből a hazánk útjain a legtöbb fut. Ugyanakkor ugye luxusautók azok teljesen más, őket általában nem is szokták szétbontani, azokat egyben értékesítik, főként külföldön. Megrendelésre mennek ezek? Igen, és főként külföldön értékesítik ezeket az autókat. Mely országokban, mit tudsz? Hát keleti államok, de volt már rá példa... Arab országokra gondolsz? Igen, például ezt akartam mondani, hogy volt olyan is, hogy igen, arab országokban találtak Magyarországról lopott gépjárművet, de hát akkor így mondom, hogy volt keleti blokk országai, tehát Szlovákia, Lengyelország, Oroszország, Ukrajna, tehát itt található, és Románia. Romániából nagyon sok lopott gépjármű kerül egyébként haza a román rendőrség munkájának köszönhetően. Tehát akkor az együttműködés azért pozitív a rendőrség között meg. Ott is létezik ilyen autóvadász, mint amivel te foglalkozol? Nem, ilyen nem. Egyébként azt tudni kell, hogy Angliában például a rendőrautókban, sok rendőrautóban van ilyen rendszer, ami rendszámfelismerő rendszer, és hasonlóan működik, mint ahogy a mi rendszerünk működnek. Németországban az autópályakamerák rögzítik például a rendszámokat, és ott ugye autópálya rendőrségek is vannak, amelyek, vannak. Hogyha érzékeli a kamera azt, hogy körözött a gépjármű, akkor ugye van egység, aki elfogja ezt az adott gépjárművet. Magyarországon is vannak egyébként a rendőrautókban ilyen rendszerek, több ilyen kocsiról is tudok, illetve láttam ilyen autókat, a közlekedésrendészetnél is láttam ilyet, a múltkor mentem azt hiszem a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, és ott láttam, hogy rendőrmotorosok álltak, és az egyik az autóban, igen, az egyik rendőrautóban ugyanaz a rendszer volt, mint amivel mi dolgozunk.
És hát Amerikában pedig már olyan szintre fejlesztették ezt a technológiát, hogy a rendőrautóknak a villogóit úgy gyártják le, hogy 8 darab kamera van bennük, minden irányba látnak a kamerák, és ugye ott már eleve a rendőrautókban számítógép van, a kamerák automatikusan felvételt is készítenek, és a rendszámokat is rögzítik, és hogyha valamelyik rendszám alapján probléma van, vagy nem ahhoz az autóhoz tartozik, mert már azt is fölismerik, hogy milyen gépjármű, meg a szint is fölismerik, akkor jeleznek. Ugye nekünk hangosan mondja a rendszer, hogy piros Lada, és ha mondjuk egy fehér Trabanton van, akkor értelemszerűen látjuk a problémát, de nem, ott már fölismeri maga a szoftver azt, hogy milyen az autó, tehát a forma alapján fölismeri. Van egy olyan érzésem, hogy hiába fejlődik a pozitív technika, most úgy gondolom, amelyik legális, az illegális, mint egy kicsit előrébb lenne. Ez mindig is így volt, amióta világ a világ, hát azóta a bűnözők mindig előrébb tudtak járni, hiszen őket nem köti a jog, nem kötik szabályok, nem köti a kezüket semmi. Bűnözni mindig is könnyebb, mint becsületesen élni, ugye? De ettől függetlenül azért hála Istennek sok ember úgy gondolja, hogy nem lesz bűnöző. Hát jövedelmezőbb, addig míg le nem bukik az illető, és azért bízunk benne, hogy előbb-utóbb azért csak rájuk. Hát ha a híradásokat nézzük, akkor nagyon sokan lebuknak. Azért én például az autovadász.eu Facebook oldalára, az autovadász ingyenes alkalmazás oldalra 2 naponta rakok ki a police.hu weboldalról híreket, amelyek pont azzal foglalkoznak, hogy lebukott egy-egy banda, vagy meglett egy lopott kamion, vagy meglettek szétszerelve lopott motorok. Ugye legutóbb egy teherautóba volt szétbontva egy X6-os BMW, hát borzalmas a kép, tehát ki van nyitva a teherautónak a hátulja, és ott van darabokban egy X6-os BMW, úgyhogy rendszeresek a fogások, legalábbis ugye amikről mi értesülünk, hála Istennek, és ez nagyon pozitív. Ugyanakkor sokan választják sajnos ezt a bűnözési formát még a mai napig, a várt nagy haszon reményében. Hát a várt nagy haszon, addig nagy haszon, még meg nem buknak, le nem buknak, de azért tényleg, ahogy olvassuk a sajtót, azért egyre többen jutnak erre a sorsra. Épp múltkor hallottam, már nem éppen pozitív dolog, hogy az ilyeneket ott a helyszínen kéne likvidálni. Hát erre én nem tudok mit mondani. Csak ezt mondom, hogy ezt hallottam. És meg igen, sokan írják, hogy le kéne vágni a kezét annak, aki ilyet tesz. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy egyszerűen meg kell bűnhődnie, le kell tölteni a börtönbüntetését annak az illetőnek, aki ezt a módszert elköveti, illetve aki gépjárművet lop. Én nagyon örülök annak, hogy sok pozitív hírt olvasok, és nagyon örülök annak, hogy egyre több és több elfogás van, de hála Istennek mi is találunk lopott autókat, úgyhogy ezt mindenki... Te hányat találtál az idén? Hát eddig, most pontos számot nem tudom, 8 és 10 lopott gépjármű között van. Alelnökünk is talált, dr. Tóth Katalin nemrégiben egy lopott autót. A Facebook oldalunk segítségével is lett meglopott gépjármű, már ebben az évben is, és a ingyenes alkalmazás segítségével is lett meglopott gépjármű. Hála Istennek, ezekről mi mindig beszámolunk, illetve általában mindig beszámolunk azokról az autókról, amelyeket mi találunk meg. Volt például olyan Volkswagen, amelyet novemberben loptak el, és most februárban találtam meg. Hát a tulajdonosa nem is hitte, hogy megvan az autó. Kiderült, hogy ez egy munkaeszköz volt ez a gépjármű. Szobafestő, mázoló volt a tulajdonosa. Hát kicsit ramaty állapotba került meg az autó. Ő neki szét volt berhelve a gyújtás kapcsolója, de találtam olyan gépjárművet is, amelyen nem is látszódott, hogy ellopták. Annak is nagyon örült a tulajdonosa. Hát, azt már ilyen modernebb eszközökkel vitték el. Nem barbár módszerre. Nem barbár módszerre. Hát ma már a módszerek, ahogy említetted a bevezetőbe, nagyon-nagyon fejlődnek, amiben már elektromérnökök vesznek részt, készítik el ezeket a dolgokat, hát gondolom ők se két filéré dolgoznak, és mindenki ráteszi a maga hasznát, hát akkor így már. Hát természetesen, és ugye azt is tudni kell, hogy Magyarországon, hogyha egészbe akarnék értékesíteni egy gépjárművet, még akár hogyha luxus autó is,
maximum egy millió forintért tudnám megtenni, ezért is jobb külföldön értékesíteni a Magyarországról ellopott gépjárművet, és Magyarországon értékesíteni a külföldről ellopott gépjárművet, mert nagyobb pénz. És mennyire piacképesek ezek? Sajnos piacképesek, tehát van rá kereslet, a luxusautókra igenis van kereslet. Ezt is ugye a sajtóban olvashattam, hogy hát több olyan embert is fogtak el, akik használták ezeket a lopott luxus gépjárműveket. Tehát használat közben. Vagy tudtak róla, meg. Vagy nem? Mi hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valakinek azt mondják, hogy itt van 2 millió forintért egy pár éves Audi A8-os, akkor az valószínűleg, hogy nem tiszta szerrel került Magyarországra, és nem tiszta szerrel helyezték forgalomba. Tehát ha nőrült nagy pénz, akkor nem is lehet eladni ezeket a lopott autókat. Ezért megy az alkatrész, főleg. Abból nagyon nagy haszonra lehet szert tenni. Igen. Pontosan őrült nagy pénzekért nem lehet, de hogyha belegondolunk, hogy gyakorlatilag a semmiből van valakinek 2 millió forintja, hát az azért nem. Már nem semmi. Igen, tehát úgy a semmiből, hogy sok minden nem dolgozott azért a pénzért. Az országban hány szervezet, vagy hány személy foglalkozik autóvadászata? Ez egy olyan szép szó, autóvadász, nekem hát tetszik. Lopott gépjárművek keresésével és a közlekedő gépjárművek kiszűrésével ugye nem csak az Autóvadász Egyesület foglalkozik, hanem speciális kamerás eszközökkel rendelkezik az Országos Polgárőr Szövetség gépjármű felderítő tagozata, illetve azok a polgárőrök, akik ezen tagozat alá tartoznak. Ők is nagyon jól végzik a munkájukat, véleményem szerint nagyon hasznos a munkájuk. Gyakran tartanak például a rendőrséggel közös akciókat, ahol ugyan nem lopott gépjárművek kiszűrése a cél, hanem a forgalomban közlekedő, forgalomból kivont lejárt műszakival közlekedő autóknak a kiszűrése. De újpesti polgárőrségnek például van egy olyan speciális mikrobusza, amelybe különleges kamerás technikák vannak szerelve, bent a mikrobusz gyakorlatilag egy mobil bevetés irányítási központ, ajjaj. Képernyők vannak benne, nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, és hát nagyon gyakran értékes használják. Autó. Értékes autó, és nagyon hasznos munkát végeznek vele a polgárőrök. Hát azt hiszem, hogyha valaki visszakapja a kocsiját bármilyen formába, de inkább jobb, hogyha épségbe, akkor igen, csak hálás, mert ma már az autó nem luxus, hanem munkaeszköz. Azt hiszem, az embereknek a 80-90% munkára használja az autót, vagy család, gyerekek szállítására. Én ezt megbocsáthatatlan bűnnek tartom az ilyen autólopásokat, mert akinek nagy nehezen összegyűjt egy középkategóriás autóra, és meglovasítják, vagy egy-két alkatrészt megszabadítják, mondjuk az én kis disztácsám az eléggé, de hát ez sem egy olcsó játék. Igen, de tegyük hozzá azt is, hogy gyakran a tulajdonosok is felelőtlenek, és szabad terepet adnak a tolvajoknak. Például reggel lerakják valahol a gépjárművet, csak gyári védelmi rendszerekkel van ellátva az autó, délután mennek visszaérte, ilyen például a Szőlő utca a 3. kerületbe, ahonnét nagyon sok lopást regisztráltunk, és a tolvaj addig szabadon dolgozik, 8-tól 4-ig, vagy pontosabban ezeken fél 8-tól. Ezeken a parkolóhelyeken, ahol hagyják. Igen, fél 8-tól fél 5-ig pontosan, és a gyári védelmi rendszereken kívül más rendszerek nincsenek az autókban gyakran. Mindig rákérdezek, hogy volt-e benne más rendszer, és általában azt a választ kapom, hogy nem. Na most célszerű ugye a tolvajoknak a dolgát megnehezíteni, mert tömegautókról beszélünk, hogyha esetleg talál benne egy olyan kormányzárat, váltózárat, bármilyen olyan rendszert, ami megnehezíti a dolgát, akkor de nyilván csak megnehezíti. Nyilvánvalóan egy másik autóhoz fog oda menni, amelyet könnyebben el tud lopni. Sajnos a Szőlő utca például egy olyan hely. De nem csak itt, a Kerepesi úton is a Pillangó utca is. Sajnos ugyanaz. A Pillangó utca is. Pontosan, igen, a Pillangó utca is, onnét is elég sok bejelentést kapunk. Laci, hát nem lehetne rendőrjárőt sűrűbben arra küldeni, vagy a polgárőrséget. Hát előbb említetted, rengeteg cég foglalkozik ezzel. Nem, megelőzése már ott szédeleg valaki hivatalos,
már nem mernek annyit. Hát foglalkoznak vele. Én úgy tudom, hogy igenis foglalkoznak ezzel a dologgal. Hát én még egyet nem láttam a Pillangó utcánál. Hát én pedig arról értesültem, hogy ez nem így van. Hát most nem a mundér becsületét, nem a mundér becsületét védem, hanem igenis foglalkoznak ezzel a dologgal, de azt kell tudni, hogy egy mai modern autónak az ellopása abszolút nem feltűnő. Tehát nem egy olyan folyamat, amit bárki észrevenne. A tolvajok is, tolvajoknak megvannak a figyelőik, ezt még kihagytam az előbbi sorrendből, akik rögtön riasztanak, hogyha bármi gyanús gépjárművet vagy gyanús mozgást meglátnak a környéken. Uh-huh. Na most beszéljünk egy Szőlő utcáról, vagy beszéljünk egy Pillangó utcáról, hát az ott mind a kettő egy olyan terep, ahol nagyon jól belátható a környék, nagyon jól figyelhető a környék, és rögtön lehet riasztani a tolvajt, aki vagy ott hagyja már a feltölt gépjárművet, és az egész folyamatot abba hagyja, vagy bele sem kezd, ugye? Vagy hogyha már belekezdett, és elindul a gépjármű, akkor kényelmesen el fog távozni, mert az adott gépjárművet abban a pillanatban még nem körözik, ugye? Aha. Mert a tulajdonos nem is tudja, hogy ellopták. Kapsz-e tájékoztatást arról, hogy ha elkaptak egy ilyen bandát? Hát természetesen én is úgy kapok tájékoztatást, hogy értesülök a sajtóból. Hát hála Istennek. Hát a police.hu weboldalon azért nagyon sok elfogásról számolnak be. Jó. Hát Lasszikám, sajnos lejárt az adás idén. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. És hát nagyjából megnyugtattad a kedves nézőket, hogy azért foglalkoznak elég sokan autóvadászattal. Nagyon jó foglalkozás. És minél szerencsésebbek legyetek. És hát egyszerűen is visszakapom a disztárcsámot. Reméljük. Reméljük. Köszönöm szépen még egyszer. Én köszönöm. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Legyenek óvatosak, szánjanak annyi pénzt az autójukra, hogy meg egy plusz védelmi rendszert is beszerelnek. Nem biztos, hogy nem viszik el, de legalább megnézítik. Köszönöm szépen, viszontlátásra. A Bűn és Baleset Megelőzési Magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatta. Sentinel, a biztonság világa.